A pitvarosi Szentmisét Szombaton Kondé Lajos a szegedi domplébánosot szelebrálta, ahol már a felújított hangszer csendült fel az egyházközség nagy örömére. Az orgonát két részletben tudták megjavítatni, ahogy azt a forrásuk engedte, mondta el dr. Kasuba Robert plébános, aki hozzátette, hogy mindez kormányzati támogatásból és Lázár János országgyűlési képviselő segítségének köszönhetően valósult meg. Az állami támogatás az 700 ezer forint volt. Ebből tulajdonképpen az organának a legfőbb alkatrészét a szélládát javította meg, illetve hát újította föl a mester. Ugye ez az organának a legnagyobb és hát a legbonyolultabb szerkezete, ugye ezen helyezkednek el a sípok, és ugye ez irányítja a levegőt a különböző sípsorokba, tehát ez tulajdonképpen a legbonyolultabb része, és a, utána pedig két millió forintból, az orgonaház festése egy részről valósult meg, másrésztről pedig ugye az összes többi feladat, ami még hátra volt, a játszóasztal javítása, a billentyűzetek javítása, a különböző összekötő pálcáknak a cseréje, ahol szükséges volt a sípok tisztítása, újrafestése. Sípos István hangszerész végezte a munkálatokat a Nagy Boldogasszony templom orgonáján, aki elmondta, hogy a szélláda nagyon rossz állapotban volt, de a többi része átlagosnak mondható. Mint kiderült a becslések szerint 150 éves hangszerről van szó, amely Nógrád megyéből származik, de további különlegességre is kitért a szakember. Ez egy egymanuálos orgona, érdekessége az is neki, hogy Mózer Lajos építette ezt az orgonát, eredetleg nem ide készült, hanem a, amikor az 50-es években készült ez a templom, akkor megvették ezt az orgonát, és úgy került használtan ide. Ezen a tájegységen nem nagyon van ilyen orgona, mert Mózer az inkább Eger is annak környékén dolgozott, tehát ritka ez a fajta orgona itt. Az eseményen részt vett a település polgármestere, Radó Tibor is, aki megosztotta a felújítási jelentőségét. Egy közösségnek a, az egyház, maga a vallás, a, a közösségi tér, az nagyon fontos szerepet játszik, és hát most készült el a katolikus templomban az orgonának a felújítása, amire nagyon sok évet, évtizedeket vártak a hívek, hiszen ezekre eddig nem nagyon volt lehetőség, mert pályázati forrás nélkül csak saját önerőből ezeket lehetetlen felújítani. Egy elég régi orgonáról beszélünk, ami használtan került ide a templomunk építésekor, és nagyon-nagyon jól illeszkedik a templomhoz, nagyon jó az akusztikája, nagyon jól cseng, tényleg élvezetes hallgatni. Többször is voltak már koncertek, de eddig ugye az orgona állapota miatt egy elektronikus orgonát tartottunk. A jeles eseményre meghívták a szlovákiai testvértelepülés Gúta Orgona művészét, Nagy Istvánt, aki koncert keretében szólaltatta meg a közel 600 síbbol álló hangszert.